Már csak egy perc, készen állunk. Indulunk! Kezdhetjük! Készen vagyok. Niki, te hogy állsz? Niki, a fonfófal kész. Fridit a stúdióba. Sándor! Itt vagyok. A gyerek száj tehát ma a tisztasággal, tisztálkodással foglalkozik. Azt kérdezem elsőként, hogy mit jelent szerintetek az, hogy higiénikus? Higiénikus. Az, hogy tiszta. Mit jelent az, hogy tiszta valaki, Tibikém? Én megmondhatom. Hát, szerintem az, hogy nem mocskos. Nem mocskos, jó, igen. Hányszor kell például tisztálkodni egy nap? Egy nap egyszer, este pedig. Este pedig? Te meg mit mondtál, Edmond? Négyszer kell tisztálkodni. Na, ezt vitassátok meg. Egy nap négyszer. Igen. Te jó Isten. Miért kell egyébként minden nap mondjuk zuhanyozni vagy fürdeni? Hát... Én este szoktam, és azért kell este, mert akkor jön akkor, akkor van a végleges piszkosság rajtunk. A végleges piszkosság, igen? És mondjuk egy nap, tehát egyszer zuhanyzol? Ez azt jelenti? Én nem zuhanyzok. Ha nem, te mit csinálsz? Fürdök. Fürdesz. És este, ugye? Jól értem. Igen. És minden nap? A kivétel péntek. Pénteken nem is fürdesz? Nem, mert... De vigyázz, hát akkor lehet, hogy van egy kis szagot pénteken. Nem? Pont pénteken, amikor az ember eljár buliba, meg ilyesmi. Én nem szoktam buliba járni. Ja, és akkor otthon meg jól vagy, úgy, ahogy vagy? Uh-huh. De miért éppen a péntek? Ez már úgy érdekel. Ha, mert akkor... Nyilván nem vallási alapon. Mert az a nap... Dehogy. Például azért, mert akkor nézhetek sokáig tévét. És akkor nincs időt fürdeni? Meg fáradt vagy. Is vagyok pénteken, mert akkor van vége az iskolának. És akkor fáradtság okán nem fürdik az ember? Lehet ez? De csak pénteken. Csak pénteken. Egyébként mit jobb, zuhanyozni vagy fürdeni? Fürdeni, mert akkor elterülünk, mint a nagy alföld. Szerintem. Miért kell például fogat mosni, Tibikém? Azért, hogy a fogunk nem lyukadjon ki, mert akkor úgy járunk, mint a Bálint, hogy az egész foga fekete volt, és nagyon fájt, amikor ett, és akkor alig bírt tenni a fogaival, és akkor ez lesz a vége, mert ki is esik. Most már csak az a kérdés, hogy ki az a Bálint? Bálint? Az iskolámból az osztályomba jár. Jó, bemondtad az ő nevét is. Most aztán szégyelni fogja magát. Hogy tegyük ezt jóvá? Hát, például úgy, hogy nem is jár az iskolában, mert máshogy így jár. Ja, így már más, így már más. Hát Bálint nem is jár oda. Miért kell, illetve hányszor kell fogat mosni egy nap? Kétszer vagy egyszer. Te hányszor szoktál? Én egyszer, mert néha azért bekapok egy kis homokot is. Hogy érted ezt, hogy homokot bekap? Hát, amikor homokozok. Értem, de pénteken nyilván fogad sem mosol. De, azt azért mosok. Azt azért igen? Nem vagy fáradt? Csak nem fürdök. Nem fürdez, de fogad mosol? Te hányszor, Edmond? Egy nap. Kétszer, mégpedig? Reggel és este. Reggel és este, tehát ébredés után, illetve este, amikor egyébként fürdesz is, ugye? Az ősemberek például hogy mostak fogad, szerintetek? Szerintem... Jó kemény vassal. Jó kemény vassal? Aha. Na azért ezt képzeljük el. Itt van egy jó kemény vas, ugye? Mekkora volt az a vas? Például ekkora. Hát egy ekkora vas, ugye? Uh-huh. És ezzel hogy csinálták? Picit mutasd, légy szíves, hogy képzeled? Hát így rányomták a fogkrémot, és így sikálták. Rányomták a vas. Fogkrémjük honnan volt? A levelekből kinyomták szerintem. Igen? Uh-huh. Tehát levelekből fogkrémet préseltek? Igen.
rátették a vasdarabra. De ha például nagyobb lendülettel mosták, akkor lehet, hogy kicsapták a felső vagy alsó fogsoruk felét, nem? Hát a vas azért az nagyon nehéz. Hát igen, de... Igen. Igen, de... De az az ő bajuk. Az az ő bajuk, ebben igazad van. Edmond, mi az a bacillus? A bacillus az az, amikor... ami ilyen koszos. Apró, kicsi ilyen pöntjük, de nagyon félelmetesek, amit csak ilyen nagyítóval lehet látni, és hogyha azok így hozzánk jönnek, meg beimbulnak, meg gusztusos, akkor nagyon betegek leszünk. Mi az a szennyes? A szennyes? A, amiben a piszkos ruhák, az a, az a szennyes. Piszkos ruhák? Igen. Az a szennyes? Amit már ki lehet mosni. Uh-huh. Mikor keletkezik a szennyes? Akkor, amikor leesszük, meg összefagyizzuk, meg leisszuk, de annak az anyukát nem annyira örül. Ha te leeszed magad, akkor hogy próbálod meg eltüntetni, illetve hogyan törekszel arra, hogy ne vegye észre az anyukád? Tetszik, ahogy kezded a válaszokat? Tudod, hogy kezded mindig? Nézd rám így, hogy kérdezek, hogy Tibi, mit csinálsz? Ez ilyenkor a... Ezzel indulsz lendületbe? Nem. Csak szeretem úgy kezdeni. Na, kezdjük együtt úgy rajta. Tehát, mit csinálsz olyankor? Hát, én akkor beteszem a szennyesbe, vagyis beteszem a mosógépbe, és becsukom az ajtót, hogy anya nehogy észrevegye, ahogy mosóporoznulok, és kimosom. Hogy te tudod használni a mosógépet? Aha. Igen. Tényleg? Aha. Ezt higgyem is el neked? Tényleg. Folytassuk a... Ja, látod például, hogy szeretek, ezt most már kitalált, hogy lehet így hintázni. Nézd meg! Na gyere, nem bírom sokáig magam. Ezt meg tudod csinálni? Meg! Igen. Na, akkor mutasd meg. Lehet, hogy kicsi vagyok, de meg tudom. Hát neked persze könnyű, mert nem kell összehúzni a lábad, így én könnyen. Én is megpróbálom már akkor. Mindenki. Hoppá! Mi kiesett a mikrofon? Várj, gyere, fölteszem. Addig fészkelődte. Na nézzük így. Jól van. Ennyi volt mára, jövünk legközelebb, és akkor Tibi.